Sziasztok srácok, én Bálna vagyok, és egy apró bejelenteni valóm van nektek. Most a következő helyzet, srácok. Egy hétre Amerikába látogatok egy konferenciára, úgyhogy valószínűleg nem fognak olyan gyakran videók megjelenni a csatornán, de aki követ engem Instagramon, az tudhatja majd, hogy mivel leszek elfoglalva a nap, hát nem tudom, 20-24 órájában, illetve egyébként igyekszem azért viszonylag tartalommal is feltölteni a csatornát, nem csak az Instagramot, mert a YouTube csatornára gondolok. Úgyhogy lesznek videók, viszont a szombati live az valószínűleg elmarad, annyira durva időeltolódás lesz, illetve ugye nekem hétvégén kellene ez a konferencián részt vennem, hogy nem nagyon tudnék fizikailag kivitelezni egy ilyen akciót. Természetesen igyekezni fogok titeket kompenzálni miatt a kimaradás miatt, úgyhogy jövő héten biztosan lesz egy csomó live, Bálna reakció, illetve Pokémonos top 10 lista is. Mielőtt azonban elindulnék, még felveszek nektek egy Emerald Nuzlocke epizódot, úgyhogy fogjátok el sok szeretettel, találkozunk rendszeres videókkal egy hét múlva, aki pedig akar, az kövessen Instagramon, vigyázzatok magatokra, érzétek a videót, pacsi! Sziasztok srácok, én Bálna vagyok, és üdvözlök titeket egy Pokémon Emerald Nuzlocke videóban. Következzen a folytatás, ugye azt hiszem ez már az ötödik rész lesz, ugye live-on mindennel együtt. Az is lehet, hogy negyedik, nem vagyok benne 100%-ig biztos, és erre mutatom, hogy mi az állás jelen pillanatban. Van egy 19-es rumisunk Misike személyében, aki egyébként egész jó kis move-okat tud, meg tudom nektek mutatni. Jaj! Igen, itt vannak a move-ok. Tehát csak Grass move-ja van, Absorb, Mega Drain, Stun Spore és Leech Seed, szóval egész korrekt. Aztán van ugye egy másik növény Pokémonunk, ez is Grass, ő bizony Growlithe, akit Zsigmondnak neveztünk el, vagy Zsigmondnak neveztem el. Tudja a Furry Cutter, Pursuit, Absorb, Quick Attack, úgyhogy egyelőre ő nem annyira dominál. Van egy szemétszedő fostosunk, aki egy zigzagon is sem használ, csak katolásra, meg itemeket tőle néha elveszünk. Van egy caring, egy AP caring Kadabra, akit Uri Gellerre kereszteltem el. Ő tudja a Psybeamet, Confusiont és a Teleportot is, meg ugye a HM Flash-nek itt nyitottam meg. Van itt egy Magikarp, akit elfelejtettem átnevezni, viszont tudja a Splash-t, ami a játékban a leghasznosabb támadás, meg mozdulat, meg minden. Úgyhogy vele nagy terveim vannak. Mindenesetre muszáj valamit csinálni vele, legyen víz Pokémonom. Aztán van egy Makuhitánk, nagy szerencsével el tudtam kapni, viszont tudja már az Arm Thrust-ot, ami tökéletes lesz itt a következőkben. Csak az a baj, jobb lett volna, ha már a Rock Gymnél megvan, illetve az is jó lett volna, ha nem felejtem átnevezni. Most két küldetésem van, az egyik az, hogy tovább is csak a sztoriban, a másik pedig az, hogy át tudjam nevezni a Pokémonokat, úgyhogy kicsit körbejárkálok itt a City-ben, itt a Cityben. Nem emlékszem túlságosan, hogy... Igen, most már itt figyelni kell a sztorira, mert különben nem fog tudni tovább jutni, nem fog tudni merre kell menni. Igen, a Devon Goods-okat odaadtuk. Captain Stan kell megkeresnünk, azt mondja, hogy valahol elment, hol találom meg. Ja, hogy nem mondja meg. Na szóval, hol is van Captain Stan? Ki kell derítenünk, most így nem ugrik be. Pedig mondom, nemrég játszottam végig a Robit. Omega Robit, és mégse ugrik be, hogy hol van, de meg fogjuk találni mindenképp. Szerintem biztos vagyok, hogy elérhető helyen van valahol közelben. Most látom, megtaláltam a Nimriternek a házát, hogy át fogjuk nevezni két Pokémonunkat, akit elfelejtettem. Nocs, akkor először is kezdjük Magikarppal. Mivel egy lány Magikarp, az úgy gondoltam, hogy valamilyen tényleg nőjes nevet választok, és volt egy énektanárom, képzeljétek-e általánosban, akit Julikaninek hívtak. Borzasztó szőrös volt a lába, és mindenki alacsony volt, nem tudom, egy jelenség volt igazából, mindenem felkapta a vizet, nyilván azt hitte, hogy az ének a legfontosabb tantár, de mindenki csak kávé. Most készségtár, értitek? Van, akinek bejön, van, akivel szeretne foglalkozni, a legtöbb embernek igazából csak egy ilyen büfé dolog. Gyerekek kb. 100 000-szer szivattuk meg szegényt, különböző fajta módokon. Úgyhogy Julikaninek fogom elnevezni, annak tiszteletére, hogy ezt a tanárnőt én az életembe még emlékként szeretném megtartani. Úgyhogy Julikanini lesz az ének tanárnő a Magikarp, és mielőtt tovább mennénk, Makuhitát is át kell nevezni. Nézzük őt. Szóval srácok, én mi vagyok vele, hogy volt egy rajzfilm, nagyon régen, amikor én meg sem születtem, akkor volt szerintem, ahol is volt egy doktornő, vagy nővérke, akit Ursulának hívtak, és valamilyen Dr. Buborról van szó, valamilyen formában ráemlékeztet ez a Makuhita, ugye ő is lány, úgyhogy Ursulának fogom elnevezni. Így döntöttem.
kíváncsiak, hogy lesz a Hariyama, hogy meg tudjuk-e tartani, meg tudjuk-e őrizni. Nem vagyok benne biztos egyébként, de szeretném. Miért ne? Nem megyünk oda be a... Ó! Oh, eltűntek a izék, eltűntek a törpi fiontok innen, hogy most már dumálhatunk itt a helyi néppel. Várjátok, itt van valami? Nincs. Ők is Captain Starról fognak valószínűleg beszélni. És valaki majd el fogja mondani azt, hogy pontosan hova bújt. Jajaja, most nincs hajó. Hát itt nem jutottunk, nem jártunk sikerrel, menjünk is felfelé. És itt egy újabb fű, Route 110. Most meg kell néznem, srácok, hogy pontosan... Basszus, mindig rosszat nyomok. Hogy pontosan jártunk-e már ennél a fűnél. 110-es út. Old Dale Town, Return Route Town. Szerintem a 110-es úton most járunk először. És itt az egészen végig ideig itt 110-es út lesz, szóval lesz esélyünk elkapni egy Electrike-ot például, vagy Plusle-t, vagy Minant. Wow, elerett az eső. Hát remélem, hogy hallani az, amit mondok. Jézusom, milyen hangos, gyerekek. Jégeső van, nem, jégeső nincs itt Taiwanon. De valami mennykő, pokol, lezúdult itt. Szóval érdekelne nagyon, hogy ebben a fűben mit fog pontosan találni. Szerintem Electrike-ot fogunk egyébként, vagy Plusle-t, vagy Minant. Nagyon más itt szerintem nincs, vagy lehet, hogy Oddi is, vagy valami hasonló. Na jó, nem szeretnék több grass, egy áram Pokémon az elfogadható lenne, de nézzük. Jaj! Elfelejtettem labdát venni, igaz? Úristen, mekkora mákod van, bálna, basszus. Gyerekek, futok vissza már, és majdnem vágod, mennyi múlott? Ennyin. Na gyerekek, én megyek is felfelé, azonnal hasítok bele a fűbe. Nagyon remegek, hogy itt valami hasznos, használható Pokémont kapjak el. És hogy ne is bántsam túlságosan. Egyetlen egy esélyünk van, gyerekek. 110-es úton itt elkapni valami Pokémon. Én azt mondom, hogy ha Plusle vagy Minun lesz, akkor nagy szívás. Ha Electrike az egyetlen egy jó variáció. Galpin talán még lehet itt. Na mindegy, nézzük. Egy, kettő. Ó, oh, egy Puccina. Oké. Nem rossz, kicsit váratlan. Nem számítottam erre. Egyáltalán nem szerintem, mert sokkal korábban kellett volna játékba jönni a Puccinának. Az a baj vele, hogy... hát könnyű kinyírni azért viszonylag. Nem egy magas statos Pokémon. Tehát nem kell túl sokat gondolni róla. Viszont nem is rossz egyáltalán. Most nem tudom, hogy Absorbot merjek-e. Egyet rámerek dobni. Misszelek. És Paralyze. Jó, rányomok egy Absorbot. Megint misszelek. Mit nyomott rám? Szendeteket használ? Teljesen defókuszált vagyok, basszus. Egyszer, na most, végre. Oké, jók vagyunk. És azonnal dobom is rá a Great Bolt. Ezután, a izé után dobom rá a Great Bolt. Nem tudom, srácok, én azért valami elektromos dologra számítottam itt. Főleg tudom, hogy ebben a fűben jönnek először. Na mindegy. Írjátok meg kommentben, hogy megtartsuk-e Pucsit. Pucsító hiénát. Hogy is hívták az oroszlán királyba azt az idióta hiénát? Na szóval, srácok, megnéztem interneten, Zazu, Shenzi és Banzai volt az a három hiéna, úgyhogy Banzainak el tudom nevezni például őt, az volt azt hiszem a legidiótább. De természetesen ez a név elfogadható számomra, ami a fiú is van, szóval, úgyhogy ez teljesen okés. Na szóval, oroszlán király feelingem lett, nem tudom miért. Rohadt rég láttam azt a filmet. Szóval értem meg komolyan, hogy megtartsuk-e Puccinát, Banzait. Mondjuk forcsos helyre azért már bejöhetne, annyira sok minden nem érek el. Nézzük, hogy mit kapunk. Great Bolt, szóval... Kát most egy darabig nem fog kelni, szóval szerintem bevehetnénk simán. Illetve Julikanét azért kezdjük el edzeni, azért nem árt az is. Szerintem még nincsen olyan cuccemvet... Oh, itt nem fogom tovább engedni. Nincs még olyan cuccunk, amivel lehetne... Minek is hívják azt? Nem Leftoversnek. Experience share, XP share, nincs meg olyan cuccom. Úgyhogy még nem tudom a csatán kívül tartva edzeni. Erre már nem tudok menni. Most akkor szerintem a múzeum elől igen eltűntek a vietnámi bevándorlók, úgyhogy wow, mehetünk is be, de még miatt bemegyünk, $50 legombolnak rólam. Ez egy negyed pokélabda. És itt talán megtaláljuk... Ó,
Oh, Jesus! Meg kell védenünk majd Mr. Akárkit. A fene tudja, hogy pontosan mi miért avatkozunk bele ebbe az egész történetbe, tehát semmilyen pokémon nem derül ki. Teljesen. Wow, egy karvanája van. Hát Julika néni ezen sokat nem fog tudni csinálni. De majd talán Mr. Zsigmond? Nézzük. 15-ös szintű, szóval annyira nem szabad alábecsülni. Focus Energizik, az nagyon rossz, mert... Fú, és csak az Absorbot tudom. Oh, wow, ez nagyon sokat levet. Szintlépés lesz ebből, Julika néninek is. Ez az! Julibá! Két az volt a Julika néninek a beceneve. Remélem nem nézed ezt a videót, Juli, kedves Julika néni, hogy Julibá. Mert annyira szőrös volt. Bajsza is, meg a lába is. Na szóval, szakítsuk szét ezt is, neki mi van? Zubat! Gyerünk, Julika néni, toljad neki a talicskát. Zsigmond van itt, és Uri Geller fogom beadni természetesen, mint első számú kanálhajlítót. Super Sonic. Wow! Hallodjátok, mindig megijedek, amikor valami super effektív move... Bocsánat, hogy ha megijesztetek, megugrottál székben. Mert mindig megijedek, hogyha valami szuper effektív move jön ellenem, Eston is megláttam, és így mivel, hogyha flinch-el vagy, ha megöl. Jövőkkel jönni hetes szintű. Egy hetes szintű Julibá. Carvana, akkor visszaváltunk. És szerintem Misikét is be fogjuk hozni, mert Brillum és nagyon-nagyon itt van már a kapuban. Úgyhogy nagyon kéne az átalakulás. Splash, öcsém. Splash. 14-es Carvana. Vagy Carvanha. Ha úgy akarod, akkor úgy mondom, Mega Drain. És ha jól tudom, akkor Carvana már Dark, tehát nem is csak hogy Sharpedo, hanem Carvana is már Dark és Water type. Aztán lehet rosszul tudom, ha rosszul tudom, akkor javítsatok ki. Misike 20-as szintű lett, éjjel, bontsuk pesgőt, ez az. Party van. Nos, Team Magma meghát, bocsánat, Team Aqua meghátrál, és itt van, hogy is hívják ezt a fickót? Mi a neve van, fura neve van. Archie-nak hívják, persze. Jaj, de vicci, nagyon humoros. Archibald. Na gyerünk. Hogyha ez a beszélgetés lefolyik, akkor utána eltűnnek onnan a Route 110-ről azok a Team Aquások, és akkor tovább tudunk menni. Handed over the Devon Goods, odaadtuk Captain Sternnek. Ja, akkor Captain Stern nő az a tudós. Igen, tökéletes minden, szuper. Kezd el csinálni a hajót, öreg. Ezzel soha nem fogunk tovább jutni. Azt nem adod meg. Ó, oh, és itt van a cool guy megint, Scotty. Gyere, Scotty. Mutasd meg, mit tudsz. Igen, elűztük a gonoszakat, csak ezek nem rakéták voltak. Jaj, de jött, beregisztráltuk a Pokénapba. Alright. Na, narkodiller is eltűnt, úgyhogy mehetünk tovább. Nem tudom, lehet, hogy ő Deliburnek egyik ügynöke. Itt most edzhetnék egy kicsit ebben a fűben, de ez a titeket nem fogok untatni. Ah! Professor Birch! És szerintem csak az Emeraldba jön itt. Én nem emlékeztem, hogy a Rubyba itt találkoztam volna vele. Hol van May? Jaj, milyen vicces nyíl. Where might May be? Oh, I see. Külön mentek. Igen, külön nyomjuk a bizniszt. Van egy match call nevű szisztem, a Pokénabba használjam. Jó van. Tudjátok, ekkoriban még nem volt wifi. Semmilyes. Szerintem nem volt wifi. Kizárt. Game Boy Advance-on csak nem volt. Úgyhogy minden kábel sem kellett megoldani. Nem tudom miért mondtam. Mindenesetre hát beengedem Julika nénit itt kettőjük közé. Nem tudom milyen trénerek lesznek ezek, de remélem, hogy nem tűz pokémonjaik vannak. Ez tök jó lenne, szerintem normál lesz. Jaj, plusszal és minor, idegesítő. Idegesítő paralizálók. Két Pikachu utánzat. Természetesen, ha Julika nénit véletlenül egyszer behagynám, akkor annyi lenne neki. Mit hozzunk be? Jó lesz Misike is, természetesen nem para, ha ő van benn. És akkor szerintem egy Absorbot használunk kizásos alapon. Nem akarok fizikai támadást használni, bár tudom, hogy egyszer úgy is fogok kapni egy Paralyze, szóval nem úszom meg. Nincs ez az Isten, hogy megúszom. Growl az jöhet, mert az csak a fizikai. És mind a ketten kaptuk a status minuszt. Igen. Plusset akarom először lezúzni. Helping Hand, hogy sorvadnál el. Az is egy mennyire durva film, az a sorvadja. Szóval, hamar nem lesz meg, de egy idő után kész lesz, srácok. Alig vesz le a Mega Drain is valami, és nagy már beérizze magát. Oranbein, nagyszerű.
Nagyon nagyszerű. Helping Hand. De másikat erősíti, a kéket erősíti most, a másik meg félelt. Ez a Helping Hand, ha jól tudom, ez csak párosban használható Pokémon mozdulat. Ha jól tudom, akkor... hogy mit is tud pontosan. Két tippem van, vagy erősít, vagy pedig az életet, vagy a defense-edet növeli. Vagy a támadást, vagy a defense-et növeli. Nem kérdezi meg a játék, hogy akarok-e becserélni. Közben itt mászik a Poke megint a képernyőben, a monitoromon. Nagyon kemény. Monitor tetején ilyen kis ugrópók. És így van két ilyen kis csáprágója, és így ezt csinálja folyamatosan. Nem akarom nektek felvenni, mert ez távcső kéne. Ugye mikroszkóp legalább, mert nem túl nagy ez a Poke, mondjuk egy ekkora, akár mint a kisüldön a köröm. Na mindegy. Ezt félretéve. Van még egy... Minon itt a csapatban, ezek szerint akkor csak ilyenekkel nyomják. Nem lehet túl izgalmas az életük. De hát ők tudják, ők aztán biztosan értenek ahhoz, hogy hogyan lehet Pikachu klónokat tenyészteni. Nem a legsikeres, és ennek is van beérje. Gyerekek, na jó. Ezután a csata után szerintem könnyebb lesz. Csak nem fog ilyenekkel találkozni. Addig viszont vágjunk egyet. Közben, Julika én végig kapta, ja, azért kaptam most meg az XP-t, ez érdekes. Ja nem, mert ugye még benn volt, szóval még van egy plusszal a végére. Hát ez borzasztó nagy kihívás tényleg, ledarálni ezt a négy ugyanolyan Pokémon. Egyébként mi a különbség? Van plusszalnek olyan mozdulata, amit Minon nem tud és fordítva? Vagy igazából mind a kettő ugyanis csak a fiú lány különbség? Jó lenne tudni, nem vagyok benne biztos. Minden esetre, és mindegyiknél volt egy Oranberry, szóval kerek legyen a történet. Mindegyik még tovább fáraszott, mint kellett volna. És mindig féle. Hát miért? A Helping Hand egyébként nem tudja használni egy Pokémon. Kénytelen csapatban. Nem értettem pontosan, amikor ezzel először találkoztam kicsiként, hogy... Kicsiként, hát fiatalabbként sokkal egy 10 éve. Hogy ez az egész dual Pokémonos móka, ez mennyire lesz komoly a játék során végvitel. Ez vagy csak valamilyen, tudod, ilyen időszaki dolog, hogy nagy ritkán előfordul, és akkor így... Hú, örüljen neki, mert milyen érdekes. És igazából ez lett vele, szóval nagyon nem lesz nagy jelentőség a játékban. Szerintem legalábbis. Én soha nem gyúrtam olyan Pokémonra, ami csapatba erő, szóval erről ennyit. Pontosítok, soha nem gyúrtam olyan Pokémonra, ami vele csak egy párban álló Pokémonnal tud valamit csinálni, vagy hasznos lenni. Na itt viszont van egy érdekes hely, ez a Trick House, nem tudtam a nevét. Azt gondolkozom, hogy ez a Route 110, itt nem kaphatom. Pedig itt aztán vannak Pokémonok, amiket elkapnék. Például itt van ugye Poison Pokémon, Galpin, ha jól emlékszem. Jaj, meg Minon és Plusle. Viszont ez annyira nem fog minket érdekelni, úgyhogy ezzel ne elfutunk. Inkább táncoljunk vissza, és nézzük meg a Trick House-t. Ez ugye egy olyan ház, ahol mindig, minden alkalommal észre kell vennünk, hogy honnan figyelnek minket. És láttátok, hogy megcsillantott az asztalon egy ilyen kis pont. És ide megyek, és hogyha nyomok egy át, akkor... honnan tudtad, hogy itt vagyok, öregem? Hát igen. És akkor most egy labirintuson kell végigmennünk. Aminek a végén kapunk... nem is tudom botosan mit. Mindjárt milyen látjuk. Menjünk át itt ezen, és akkor keressük meg az első... Keresik azt hiszem, hogy ott van az a scroll, egy papíros, vagy papírus, vagy tekercs. És arról le kell olvasni az információt, és utána tudjuk kinyitni a végén az ajtót. Itt egy Oddish. Oddish. Nincs semmi olyan, ami Oddishnak rossz lenne. Szerintem a Furry Cutteren kívül, úgyhogy hát igazából azt fogom hozni. Igen, nem túl ütőképes még a csapat, ugye. Egyből Stun Spore. Imádom. Zseniális, örülök neki nagyon, hogy ezt kaptam egyből. Nézzük, ha örülsz a Furry Cutternek. Rohadt Grass Move-oddal. Misszelek. Nem hiszem el. Csökkentsük a játék élvezeti esélyeit, úgyhogy mindenképpen minden Pokémon dobja ránk a Paralyze. Ez az, imádom. Ez az. Sweet Sand, Oddish. Ja Istenem, na végre. És ennyit vett le. Ez semmi, ez hulladék, gyerekek. Oké, hát akkor Uli Gellel. Ja, mert lehet, hogy Oddish Poison is, és akkor azért nem vett le semmit. A Bug Move. Miért is próbálkoztam, bálna gondolkozom, csak néha lassabban, mint kéne, így van, így volt, oké. Akkor viszont Uri Gellerrel fogjuk csapatni végig, Jürgen itt föltápozzuk, hamarosan megtanulja a Magikarp a Tackle-t, úgyhogy utána tökölhetünk vele is, mi most, ó, megvan a Cat, úgyhogy fostos, használd a Cat-ot, hacsá!
Fel az első scroll, menjünk oda és nyissuk ki. Vagy te olvassuk el, mi van ráírva. Ja, nem itt van. Nem itt van! Azon is gondolkoztam, akkor először játszottam a játékot, kicsi voltam, nem tudom, a Sapphire-t, hogy... hogy miért kell ennyi fát kivágni, hogy ez itt minek van egy fa? Ez miért segít, vagy miért nehezít bármi? Szóval nekem ez logikailag sose volt itt túl átgondolt dolog, mármint hogy ez nem egy puzzle, konkrétan mész, azt ütsz, ütöd a fákat, kitéped a fákat, mint egy fanyűvő. Három pokémonja van, és Skitty az első. Ez biztos, hogy nagyon kevés XPR, de nem érdek, kit érdek a gyerekek? Lehet, hogy szét tudom ütni Ursulával. Na most jön, most ülök a majom a vízbe, vajon mit fog használni Skitty? Hogyha etrektet, akkor még rendben vagyunk. Ó, bakker, elaltatott. Bármi lehetséges, srácok, én koncentrálni fogok, hogy az Armtrust működjön. Egyet még merek. Többet nem merek. Nem, mert nézzétek meg, most egy kritikálit bejön, és elbúcsúzhatunk Ursulától. Szóval, hát ilyen a világ, gyerekek, ilyen az élet, büntet. Ez a Sing ez nagyon durván eltalált a szegénykét, pedig annak is valamilyen 60-os accuracy, ami nagyon minimális. Psybeam! Na ez már jobban működött, viszont három felé megy az XP. Shroom is, nagyszerű. Persze, behozok Julikát. Gyere Julibá, pattanj! Viccből kéne nyomni a splash, csak az a baj, hogy Shroom is nyom egy absorbot és közcsávam. Úgyhogy ezt ne próbáljátok ki otthon. Mindenképpen hozzátok be azt a Pokémont, ami ütőképes. Náram Uri Geller lesz az, aki a tutit be fogja nyomni. Szerintem egy Psybeam neki is elég lesz. Nagyon erős a specialetek a Kadabrának. Amint látjátok, nem okoz gondot neki egy ilyen pribék. Egy ilyen cseléd. Meryl lesz az utolsó. Azt jó. Az viszont jó. Be tudom hozni Miskát majd. Ugye neki van Miracle Seed-je, vagy valami... Ha jól tudom, Miracle Seed-et adtam Shroomishnak. Ne meglátjuk. De nem látjuk meg, most nem tudom meg... De meg tudtam nézni Summary-vel. Legyen ez titok, gyerekek! Legyen titok! Defense-emet levitted, de ez mind kevés lesz, mert a Mega Drain elszipkázza az életerődet, Meryl. De nem az összeset. Jó lenne egy átváltozás. Pedig Stab! Stab ez a Mega Drain, és egész jó base power-ja van. Na mindegy. Mindegy, kettő kinyírta, úgyhogy kapjuk az XP-t. Julika néni 87 XP-t kapott. Köszi. Köszi, Pacsi. A scrollt olvassuk el, még mielőtt ezt elfelejteném. Memorizáltuk az egész tekercset. Tudjuk az élet titkát, azt is elolvastuk. Egy pokélabda bezárva, azonnal felnyitom. Nézzük, mi a tartalma. És egy orange mail van benne. Ezek a mailek, sose tudtam, hogy pontosan mire jók. Tényleg a mai napig nem tudom. Játékon belüli valami custom tudsz. Tehát biztos, hogy nem a csatára van kimenetele. Azt tudom, hogy ebben a játékban ugye már lehet saját Keglink a világban, és azt tudjuk díszítgetni, lehet, hogy ahhoz van köze. Aki tudja, az megoszthatja velem komment formájában. Én is érdekelne, mert ezeknek nem néztem utána, valaki lehet, hogy alapból tudja ezeket. Igen, sose érdekel annyira, hogy konkrétan rákeressek. Wow, tudja a headbuttokat. Ez az X-aga. Jó lenne egy headbuttos nekem is, valamilyen Pokémon. De ahhoz még nincs elég izénk. XP-nk a zigzagon, a fosos nem is tervezem, hogy lesz. Na, megtanulja a tackle-t? Nem tanulta meg a tackle-t. Akkor majd 15-ös szinten tanulja meg a tackle-t, és talán 25-ös szinten a flare-t, ha hagyod neki, hogy valami ilyesmi. De ez tényleg rettenet ez a Magikarp. Ez világvicce. Viszont máshogy itt nem tudjuk megszerezni Gyaridost. Ebben a verzióban, ugye már Nuzlocke szabályokat játszunk. Akinek fogalma sincs, és nem látta az első négy részt, annak azt tudom mondani, hogy itt bizony élet és halál urai vagyunk. Ha valaki véletlenül egyszer kifingik, akkor azt nem tudjuk visszahozni. Illetve csak azt a Pokémont lehet elkapni, mert egy úton vadi új. Tehát lehet, hogy már korábban hibáztam ebben, sőt biztos. Felhívjátok rá a figyelmet, ezt továbbra is tegyétek meg nyugodtan. Tehát ha azt látjátok, hogy helyát ott már kaptál el, mit tudom én valamit. Akkor ilyet meg komd, és akkor attól a Pokémontól meg fogok válni rövid úton belül. Jaj, nem már levitt az accuracy-nket, és Misike misszelt, gyerekek, ez a világ, az ember, Misike tragédiája. Nem már, megint misszelt, könyörgöm. Ne legyetek ilyen, és flincsel! Mi lehet még ennél rosszabb?
Mi lehet meg ennél rosszabb? Na, ez az. Böfike volt ennél rosszabb természetesen. De így működött a dolog, és 102 XP-t kapunk. Jaj. És az utolsó fát is kivágom, remélem, hogy az utolsó. És meg is van a utolsó ajtó, amin át kell jutnunk, a Trickmaster is Fabulous, és a Lock kinyílt, és akkor mit kapunk tőle? Követ kapunk? Labdát kapunk? Rare Candy-t kapunk. Oké. Okay. Hát ezt nem fogom használni egyelőre biztosan. Idősetre örültem neki, nagyszerű ajándék volt, legközelebb is mehetünk ide ebbe a labirintusba. Újfajta challenge-eket fog elénk rakni a fazon. Úgyhogy én ennyit gondoltam már, a srácok. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Legközelebb mikor lesz adás, ez fontosan nem tudom, mint amit a videó is láttátok. Amerikába készülődöm, most megy hamarosan a gépem, egy 3 óra múlva jön értem egy automobil, és kirítjenek a repülőtérre, és felszállok, úgyhogy találkozni fogunk hamarosan, igyekszem egyébként, nem feledkezem meg rólatok ez idő alatt sem, és jövő keddig valószínűleg nem lesz rendszeresen videó, de majd meglátjuk, hogyan alakul. Mi esetleg legyen nektek szép napotok, vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek el, hogy vigyétek aceteket.